Budapesten, a Duna Arénában rendezték meg a 126. úszó országos bajnokságot, amelyre 7 versenyzővel utazott el a Nyíregyházi Sportcentrum. A többségükben ifjúsági korú úszók számára a későbbi korosztályos viadalokra való felkészülést szolgálta az OB. Stankovics Anna pedig a párizsi olimpia felé szeretett volna tenni egy lépést az 50 méteres gyorsúszásban. Az elvárások, hogy a Stankovics Annához fűződtek, Anna 50 méter gyorsan, illetve 50 méter mellen érmes helyezést ért el, mind a két versenyszámban bronzérmes lett. Én azt mondom, az 50 méter gyorsan még mindig van csiszolni való, tehát az 50 méter, ami olimpiai szereplésre adhat okot. Én azt mondom, hogy nem kell feladni, én azt mondom, hogy továbbra is a szintúszó versenyeken még ezt a szint teljesíthető. Az 50 méter mellúszáson, aminek ő volt címvédője, benyúlással kapott ki a végén, tehát a 50 méternél is van mit elrontani a végén, és bronzérem lett szintén, két éremmel zártunk, illetve egy döntős helyezésre a 4x200-es női gyorsváltó is döntőbe került, ami szerintem egy jó eredmény. Az országos bajnokságon a szinte teljes hazai élmezőny mellett 20 ország, mintegy 70 úszója is rajtkőre állt, így több mint 500-an neveztek a négynapos versenyre. Meglepően nagy volt a létszám. Ugye ez open volt, tehát nyitott volt a külföldi versenyzők részére is, ezért rengeteg külföldi indult, nem is csak egy-két nemzetben, hanem összesen 70 külföldi versenyző volt. Nagyon sokan jöttek olyanok, akik szintén szintet szerettek volna teljesíteni. Itt a magyar élmezőnynek a színvonala, illetve a rendezés helye a Duna Arena is csábította a versenyzőket. Egy-két Amerikában ragadt élversenyzőket kivéve mindenki jelen volt. Tehát én azt mondom, hogy ez egy nagyon magas színvonalú verseny volt, ahol mindenkinek az úszott ideje az elég komolyan latba nyom a nemzetközi szereplést illetően. A nyíregyházi színekben versenyző, de az Egyesült Államokban tanuló Hadházi Dóra a tengeren túlon szeretett volna jó időket pillangózni, azonban betegség miatt ki kellett hagynia a versenyt. Nagyon szeretett volna indulni, volt egy Proteris Series, ami Amerikában, San Antonióban lett volna, majdnem a magyar bajnoksággal egy időben. Sajnos betegség miatt neki ki kellett hagyni egy hetet a legrosszabb időpontban, és így nem indult el ezen a versenyen. Viszont bizalmat élvez a Magyar Úszószövetség részéről az EB-nek, tehát a júniusban rendezendő belgrádi EB-nek csapattagja. A nyíregyházi úszók legközelebb a jövő hét végén a Hajós Alfréd Kupa debreceni nyitófordulójában állnak rajtkőre. Stankovics Anna számára pedig 2-3 hazai, illetve külföldi versenyen lesz lehetőség arra, hogy a június 30-ai határidőig 50 gyorsan megúszza az olimpiai szintet.